A koronavírus járvány mellett az illegális bevándorlók jelenléte is megnehezítette az Arad megyei prefektúra munkáját idén. A szigorító intézkedések, illetve a határátlépési korlátozások sok esetben a menekültek karantén kötelezettségét vonta maga után, ami pedig új helyzet elé állította a hatóságokat. A határmenti megyékben a pandémia azzal is megnehezítette a hatóságok dolgát, hogy sokszor karanténba kellett helyezzék a határon feltartóztatott illegális bevándorlókat, ha azok olyan országból érkeztek, ahonnan belépés után kötelező a 14 napos karantén. Az Arad megyei prefektúra október elején szembesült a helyzettel, hogy megteltek a menekültek elkülönítésére kialakított panziók. 6 ilyen szálláshelyen csaknem 200 menekült volt karanténban, elsősorban afgánok, akik Szerbián keresztül érkeztek az országba. Elszállásolásukra és étkeztetésükre hatalmas összegeket költött az önkormányzat. Annak idején ez média visszhangot is kapott a migránsoknak a karanténba helyezése. Hála Istennek a törvény is módosult, illetve megpróbáltunk olyan intézkedéseket mi is véghez vinni, ami ezt gördülékenyebbé teszi. Pillanatnyilag ez a migráns probléma ez létezik, ahogy a sajtó is megírja, minden egyes nap szinte találunk a határon illegális migránsokat, de az a nyomás, ami ezelőtt egy másfél-két hónappal volt, az most már hála Istennek nincs. A román-magyar határ mentén szinten nincs nap, hogy ne tartóztassanak fel határsértő menekülteket. Legtöbbször tehergépkocsikban megbújva, kamionok rakománya közé rejtőzve, vagy gyalog próbálnak illegálisan átjutni Magyarországra.